Második fejezet. A Bécs-Budapesti délutáni gyorsvonat éppen induló félben volt a pozsonyi állomásról, midőn az utolsó pillanatban még két úri hölgy kapaszkodott föl az egyik első osztályú kocsiba. Körülbelül egykorban lehettek, az egyik fiatal asszony, a másik nem éppen fiatal leány. Az asszony kicsi és tömzsi volt, de azért karcsú és elegáns. Kedvesen impertinens, fitos orra volt, és beszédes, szinte már bűbeszédű szeme. Valódi szubrett alak, melynek szikrázó mozgékonyságával különös, de nem kellemetlen ellentétben volt az a kis arisztokratikus tartózkodás, amelyet állandóan magára erőltetett. A leány magas és vékony volt, meglátszott rajta egy-két esztendővel ezelőtt még úgynevezett szenzációs szépség számba mehetett. Most már valamivel öntudatosabb, blazírtabb és soványabb volt a kelleténél. A két hölgy kitűnő szabású és minden esetre igen drága úti ruhát viselt. A hordárjuk két pompás úti bőröndöt tett a jászolba. Ez a gőgös két bőrönd igen megrémülhetett, midőn egyszerre egy még gőgösebb bőrönd mellé került. Ők a féle pompás londoni bőrtáskák voltak. A harmadik koffer azonban, amely a jászol hálóban feszített, már nem is pompás, hanem valósággal monumentális bőrönd volt. Ilyen podgyásszal már az angol lord sem utazik, csak az amerikai milliárdos könnyelmű fia. A két hölgy szeme rögtön megakadt az amerikai bőripar remekén. Nézd, nézd, mondta a leány, és olyan tisztelettel szemlélte a bőröndöt, mintha Leonardo da Vinci egyik képe előtt állna. A menyecske, miután előbb meggyőződött, hogy senki se jár a kocsi folyosóján, fölkapaszkodott az ülésre, és megnézte a három reklámcédulát, amely a bőröndön virított. Waldorf Astor, New York, Hotel Cecil, London, Palace Hotel Nice, a világ három legdrágább vendégfogadója. Két nő összenézett. Te, mondta aztán a menyecske, én azt hiszem megjött az amerikai milliárdos, akit olyan régóta vársz. Egy csúzos vén petróleum kereskedő lesz, mondta a leány, de azután lojálisan hozzátette, én ugyanazt se bánom, ha milliárdos. Abba kellett hagyni a beszélgetést, mert a monumentális koffer tulajdonosa, aki eddig az ebédlőkocsiban mulatott, belépett a fülkébe. Egy angol száz pillantást vetett a hölgyekre, egy pillantást, amely semmit sem mond, és mindent meglát, és leült a maga helyére. Később kivette a New York Herald párizsi kiadásának egyik számát, és olvasásba ment. Mi már ismerjük ezt az urat, Mr. Hustházen egykori titkára volt, akivel már mint jerikói érsekkel és huszti báróval is találkoztunk. Most jut eszembe, hogy az igazi nevét nem mondtam meg tisztelt olvasóimnak. A hajdani grófi szakács és grófi komorna fiát Hudelkának, mások szerint azonban Hodelkának hívták. Ő nem igen élt ezzel a névvel, bár ez törvényes tulajdona volt. A hölgyek hideg közömbösséggel tekintettek maguk elé, de azért az érdekes utitás külsejének egyetlen részlete sem került el a figyelmüket. Miután biztosra vehették, hogy az amerikai egy kukkot sem ért magyarul, fennszóval közölték egymással megfigyeléseiket. Közömbös arccal, blazírt hangon beszélgettek, mintha csak az időjárás forogna szóban. Te, mondta az asszony, nekem őrülten tetszik a te milliárdosod, fogd meg jól, mert különben elhalászom előled. Lehet, hogy petróleummal kereskedik, válaszolta leány, miközben a karperecén levő kis órát nézte. De akkor bizonyos, hogy az amerikai petróleumkereskedők arisztokratikusabbak a mi hitbizományosainknál.
Nem lehet kereskedő, vélekedett az asszony, csak nézd meg a cipőjét, meg a kesztyűjét. Ilyesmit nem vesz pénzért az ember, ilyesmi vele születik. A szép asszony ezt alkalmasint nem értette szó szerint. Szép lába van, jegyezte meg később a leány. Te mindig csak a lábakat nézed, korkolt az asszony, pedig a pofája se kutya. A profia olyan, mint havasból kovácsolták volna. Kemény, energikus, szemtelen, de azért mégis elmés és finom. Én roppantul szeretem az ilyen férfi arcokat. Az utitárs az alatt nyugodtan böngészett a lapjába. A következő megállóhelyen a leány egy budapesti újságot szerzett, és ugyancsak olvasni kezdett. Egyszerre odaadta a nyitott lapot az asszonynak. Az uradról írnak itt. Párbaj? Kérdezte nyugodtan az asszony. Azt írják, hogy 400 000 forintot nyert kártyán. Haj, bár igaz volna, sóhajtotta a menyecske. Később bejött a vasúti ellenőr, és a jegyeket kérte. Az amerikai egy kukféle sárga füzetet nyújtott oda. E Budapestre tetszik utazni? Kérdezte magyarul az ellenőr. Oda, mondta ugyancsak magyarul a milliárdos. A hölgyek rémülten tekintettek össze. Ez az ember tud magyarul. Megértett mindent, amit róla beszéltek. A leány az ajtóra tekintett, az asszony pedig a vészfékre. Most megszólalt az amerikai. Megint magyarul. Kissé akadozva és erős angol kiejtéssel. Bocsánat, hölgyeim, nem akartam önöket zavarba hozni. Csak szórakozottságomban szólaltam meg magyarul. Mivel már elkövettem ezt az ügyetlenséget, ki kell jelentenem, hogy nincs okuk restelkedni a tréfás megjegyzéseik miatt. Nem vagyok sem érzékeny, sem képzelődő ember, és két jókedvűen unatkozó hölgy csevegését nem veszem komolyabban, mint illik. Az amerikai kissé meghajtotta magát, és tovább olvasott, jelezve ezzel, hogy nem akarja rájuk erőszakolni az ismeretségét. Két nő tanakodva nézett össze. Nevethetnékük is volt, de bosszankodtak is. Végül megszólalt a menyecske. Mi bizony amerikainak néztük. Az utitárs most félretette lapját. Jól ítéltek meg, mert amerikai vagyok. És mégis tud magyarul? Ez különös. Magyar vér folyik ereimben. Az édesapám magyar emigráns volt. A szabadságharc után menekült ki, és amerikai asszonyt vett feleségül. De azért nagy súlyt vetett rá, hogy elsajátítsam őseinek anyanyelvét. Ez szép, mondta némi nemű hazafias megindulással a szép hölgy. Mr. Hust Hudson egy pillanatnyi inspirációjának engedve, apjának fogadta néhai volt gazdáját. Neki gyakran voltak ilyesféle inspiráció. Most van első ízben Magyarországon? Kérdezte a fiatal leány. Most. Bizonyára vannak itthon rokonai is, akiket még nem látott. Talán vannak, mondta titokzatos mosolyjal az amerikai. Attól függ, hogy akarnak-e rám emlékezni. Az amerikai valami kellemes melegséget érzett a szíve tájékán. 10 esztendő óta, amióta Amerikába szökött, nem beszélt magyar asszonnyal. Ez a meleg hangú, bársonyos tekintetű, puha mozgású asszonyi fajta, mégis sokkal különb minden anglikán, kettinél és metodista módnál. Éppen csak azt nem tudta, hogy tulajdonképpen melyik tetszik neki jobban a két utitársa közül. Az asszonya vagy a leány? Igen, szerette volna tudni, hogy kicsodák a hölgyek. Kérdést azonban nem intézhetett hozzájuk, mert ezzel véglegesen kompromitálta volna amerikai voltát. De azután eszébe jutott, hogy kérdés nélkül is könnyűszerrel kielégítheti kíváncsiságát.
A leány alkalma sincs csak azért, hogy fitoktassa előtte angol tudományát, kölcsönkérte tőle a Heraldot. Erre ő kölcsönkérte a magyar lapot. Abban megkereste a hírt, amely a 400 000 forintos kártyanyereségről szólt. Nagy meglepetésére az újság hír így kezdődött. Huszti Avarfi az ismert sportember. Avarfi, hiszen ez az én emberem, akinek megnyomorítására Európába jöttem, mondta magában az amerikai. Ha ezt tudná, hogy miféle papírokat hordok a kofferemben. Azzal tisztában volt, hogy a szép asszony ura nem lehet az ő volt gazdájának hűtelen öccse. Az, ha ma még él, legalábbis 78 esztendős. 78 esztendős emberek pedig még Magyarországon se kártyáznak 100 000-ekbe. De azt is tudta az amerikai, hogy Mr. Hust Hudson menekülése után csak egy huszti avarfi maradt az országban. A kártyás avarfi, tehát föltétlenül egyenes leszármazója a Pecsovics öcsnek. Hamar elérték Budapestet. Pályaudvaron libériás inas várta a hölgyeket. Az amerikai megemelte előttük a kalapját, azután kocsiba szállott, és a legelőkelőbb vendégfogadóba hajtatott. Az úton jó ideig egy másik kocsi ügetett párhuzamosan az övével. Az ablakon át egy halvány leányarcot látott, amely előre hajolva mereven tekintett rá. Ez a szép lány attól fél, hogy nem fog többet látni, gondolta az amerikai. Pedig téved, mert nem sokára megint szerencséje lesz hozzám. Egy igen jó estebéd után, miután megivott egy kis üveg gulét, az amerikai, vastag havannával a fogai között, rákönyökölt a vendéglő asztalára, és a cigányzene hangjai mellett morfondírozni kezdett. Tulajdonképpen infám is ötlet volt az öreg Hust Hudsontól, hogy egy posztumusz pamflettel akart bosszút állni az igazságtalanságért, amely rajta esett. Bosszúból embert ölni azt értem, mert férfias dolog, de pletykákat terjeszteni az vénasszonyos tempó. Mindazonáltal meg fogom tenni azt, amit az öreg rám bízott, sietnem azonban nem kell. Mr. Hust Hudson ma már különben is ráér várni. Az utolsó pár fejezete a könyvnek még nem is kész, a hajón akartam megírni, de ott annyi mulatságos asszony volt, hogy nem értem rá ilyesmire, majd megírom Budapesten. Közben azonban meg fogok ismerkedni avarfiékkal. Magyarországon az ilyesmit könnyen nyílbe lehet ütni. Különben elég szerencsés ötlet volt tőlem, hogy a vasúton apámmal fogadtam az öreg Hust Hudsont, és hogy a fogadóban Mr. Frank Hust Hudsonnak mondtam magam. Ennél az ötletnél meg fogok maradni. Jól ismerem az avarfi család történetét, és ha a személyazonosságom igazolása céljából okmányokra lesz szükségem, nem fogok zavarba jönni. Ezennel kijelentem, hogy a nevem mától fogva Holtomiglan Frank Hust Hudson marad. Azaz ne hamarkodjuk el a dolgot, hiszen meg lehet, hogy idők múltával újból fölveszem tiszteletreméltó őseim a huszti avarfiak nevét. Ha az én Sándor kuzénom, aki tegnap állítólag 400 000 forintot nyert kártyán, tisztességes gentleman, akkor meg fogok vele barátkozni, mert én nem vagyok annyira bosszúálló természetű, mint boldogult jó apám, aki ezt bevallhatjuk őszintén, élete alkonyán már kissé gyöngelméjű volt. Talán feleségül veszem azt az érdekes leányt, de minden esetre udvarolni fogok a szép asszonynak. Ha boldogult apám erről tudomást vesz a túlvilágon, akkor esetleg még örülni fog, mert hiszen az én bosszúm sokkal nagyobb szabású és mélyebbre ható, mint az ő együgyű irkafirkája. Most azonban gyerünk aludni. Amikor megfizette a vacsoráját, különös meglepetés érte. A főpincér az ő anyai nagybátyja volt. Muki bácsi, aki e-grófiknál valamikor második komornyik volt. Az öreg természetesen nem ismerte meg az előkelő külföldi úrban az ő öccsét. Mély meghajlással tette zsebre a forintot, amelyet a nagylelkű idegen borra valóul adott neki.
Az amerikai másnap elment egy kis nyomdaüzletbe, és miután sokáig válogatott a betűben és a papírban, névjegyeket rendelt magának. Frank Hust Hudson, Sacramento, Nevada, USA. Azután elment egy másik nyomdába, és miután ott is sokáig válogatott betűben, papírban egyaránt, másféle névjegyet is nyomatott, egy V.G. Hemi névre. Ezt a látszólagos pazarlást megértheti és megbocsáthatja a szíves olvasó, ha megtudja azt, amit a nyomdász nem is sejtetett, hogy ez a Hemi akkoriban az Egyesült Államok külügyi államtitkára és állandó elnökjelöltje volt. Huszt úr a rövidség okáért, adjuk meg neki a nevet, amelyhez szemmel láthatóan nagyon vonzódott, harmadnapra meglátogatta a budapesti amerikai főkonzult. Amikor belépett a főkonzulátusi hivatalba, ott rögtön tisztában voltak vele, hogy hamisítatlan és előkelő jenkivel van dolguk. Husz ugyanis kalappal a fején zsebretett kézzel jelent meg, nem köszönt senkinek, hanem mereven a titkár arcába nézett, és éneklő hangsúlyozással mondta ki a főkonzul nevét. A főkonzul vadászaton van Erdélyben, de én vagyok a helyettese, mondta a titkár. Huszt erre az iratai között kezdett keresgélni. Egy hitellevelet nyújtott át a titkárnak. A titkár belepillantott. Látom, hogy önt Hust Hudsonnak hívják, és hogy egy millió koronányi hitele van az angol-magyarnál. Hust ekkor szó nélkül odaadott neki egy névjegyet. V.G. Emmy névjegye volt. Arra egy írástudó kéz már előbb ráírta a következő sorokat. Kedves főkonzul, Hust Hudson nekem jó barátom, tegyen érte, amit tehet. Üdvözli, Hemi! A hatalmas ember ajánlata mindenek előtt arra indította a titkárt, hogy egy nád széket toljon Hust alá. Azután kinyitotta a nagy Arnheim szekrényt, ahol különböző diplomáciai titkok közt havanna szivarokat és egy öreg ADG skót viszkit őrzött. Miután szivarra gyújtottak, társalgás indult meg köztük, amely angol száz fogalmak szerint bizalmasnak volt nevezhető. Ön fia a konzerv Hudsonnek? Kérdezte a titkár. Huszt bólintott a fejével annak. Nem tudtam, hogy az öregnek fia van. Egy pár hónappal ezelőtt magam se tudtam, és mindenét önre hagyta. Egy pár milliót a metodistáknak juttatott. A titkár hamarosan kiszámította, hogyha az egy pár 10 milliót jelent is, Huszt úrnak akkor is juthatott még vagy 50 millió dollár. Üzleti ügybe jött ide? Kérdezte tovább a titkár. Nem csak meg akarom ismerni az országot, mert az édesapám innen szakadt ki Amerikába. Jól van. Akkor tehát társaságba akar járni. Az emberek itt nem vendégszeretők, bár ők maguk meg vannak győződve az ellenkezőről, de nem kerül pénzükbe és fáradtságukba, akkor szívesen maguk közé eresztik a külföldi embert. Önnek azonban választania kell, hogy melyik társasággal akar érintkezni. A földbirtokosokkal vagy a kereskedőkkel? Kik itt az előkelők? Kérdezte Huszt. Hát az bajos volna eldönteni. A kereskedők, ha csak tehetik, földbirtokot szereznek, a földbirtokosok pedig szívesen veszik ki részüket a kereskedelmi vállalatok hasznából. Egészben véve mégis inkább a földbirtokosok társaságát ajánlom önnek, mert onnan mindig átmehet a kereskedők közé. Helyes. A főnököm most nincs itt, és én nem mutathatom önt be. De majd telefonálok a német főkonzulnak. Neki jó összeköttetései vannak itt,
és őrül, ha szívességet tehet nekünk. Titkár összeköttette magát a császári főkonzulátussal. Halló, kedves gróf, ön az? Van itt egy amerikai úriember, a Konzerv Hudson fia. 50 millió dollár és saját kezű ajánlat az államtitkártól. Meg szeretné ismerni a magyar társaságot. Igen? Köszönöm, akkor majd önhöz küldöm. A titkár megint Huszthoz fordult. A dolog rendben van, a német elvállalja az önbemutatását. Azt mondja, könnyű feladat, mert az magyar előkelő társaságban mostanában a gazdag angolnak és amerikainak arisztokratikus pozíciója van. Menjen mindjárt hozzá, és tegye azt, amit ő mond. Huszt kezet fogott a titkárral. Köszönöm. Amikor már az ajtóban volt, a tisztviselő még utána szólt. Ön most jött át első ízben a nagy vizen? Most. Akkor figyelmeztetem, hogy itt vannak emberek, akiket nem szoktak a nevükön szólítani, hanem csodálkozott Huszt. Hanem valami címükön, amely őket örökségjogán megilleti. A német főkonzul például gróf úr, de vannak bárók is és hercegek. Ó, erről már hallottam, szólt mosolyogva Huszt. Még az este Huszt a császári főkonzul társaságában megjelent az egyik előkelő klub alapító lakomáján. A daliás termete, amelyen ő brit felsége londoni szabójának remekbe szabott frakja feszült, általános feltűnést keltett, száraz és nyugodt modora pedig kellemesen érintette az embereket. A főkonzul bemutatta őt néhány tucat gentlemannek, azután asztalhoz vezette. A hivatalos pohár köszöntők elhangzása után az asztalfőn szólásra emelkedett egy öreg úr. Ő volt az egyetlen a társaságban, aki fekete magyar ruhát viselt. Piros arca, tüskés szemöldöke és mellégérő hófehér szakálla volt. A szép öreg azt mondta, hogy hol annyi magyar ember van együtt, ott poharat illik emelni a hazára is. Majd a szabadságharcról kezdett beszélni. Komárom ostromának egyik hősies epizódját beszélt el, amelynek ő szemtanúja és szereplője volt. A fiatalabbak mosolyogva néztek össze. Az öreg ezt ma már 50-szer meséli. Császári főkonzul odahajolt Huszt füléhez. Látja a Carneol gombos öreget? Egyike a legkülönösebb embereknek, akiket ismerek. Valahányszor alkalma van szónokolni, mindig a hazaszeretet evangéliumát hirdeti, és átkozza az árulókat és a közömbös szívűeket. Pedig száz szava hihető tanú állítja, hogy a szabadságharc idején Muszka vezető volt, s hogy később förtelmes odaadással szolgálta a császári reakciót. – Tehát szélhámos? – kérdezte Huszt. – Dehogy az! Annyiszor hirdette a szabadság hitvallását, hogy most már maga is hisz benne. És azt is elhiszi, hogy ő valamikor karddal harcolt az osztrák zsarnokság ellen. A kézenfekvő hazugság örökös ismételgetésével sikerült elnyomnia a valóságot. Senki sem merne ma tiszteletlenül beszélni az öreg múltjáról. Még az a félkezű másik öreg sem, aki a Váci csatában vesztette el a jobb karját, és aki talán éppen a Carneol gombos öreg denunciációja folytán töltött néhány esztendőt az olmütci kazamatákban. Mi a neve a magyar ruhás öregnek? Kérdezte Huszt. Avarfi Sándor. Lám, hát él még az öreg, csodálkozott Huszt. Ismeri a nevét? Kérdezte a főkonzul. Vasúton két hölgyel utaztam, megtudtam, hogy az egyik Avarfiné volt. Avarfi Guidóné lehetett, az öreg úr menye.
A fiatal hölgy, aki vele volt, az vajon ki lehetett? Avarfi Pálma, az öreg úr leánya. Érdekes fiatal hölgy. Az öreg úr nagyon későn nősülhetett. Ezek a második házasságából való gyerekei. Első házasságából is van egy fia, Imre. Ő már meglett ember. Főkonzul körülnézett a teremben. A fiatal avarfiak közül egyik sincs itt. Azt a bontás után a főkonzul bevezette Husztot a kártyaszobába. Bakkarát játszottak. Ezt a játékot az Amerika is ismerte, és így részt vehetett benne. Osztás közben az egyik fiatalos szeme megakadt Huszt kezén. Ön a nagy sportember lehet, Mr. Huszt, mondta. Kezemet nem a sport durvított el, hanem a munka, válaszolta egykedvűen az amerikai. 7 évig vashámorban dolgoztam. Kolosszális, kiáltotta az ifjú. Passzióból tette ezt? Nem, válaszolt mosolyogva Huszt. Mi amerikaiak se vagyunk olyan bolondok, hogy passzióból végezzünk állati munkát. Szükségből dolgoztam. Miután nagy hidegvérrel elvesztett 1000 koronát, újból megszólalt. Az édesanyám és én lelkes hívei voltunk a nők politikai egyenjogosításának. Apám, aki európai eredetű ember volt, az ellenpárthoz tartozott. Az édesanyám ezért elvált az apámtól, és hogy megélhessünk, a hármorba kellett mennem. De kedves apja ura mégis megbékült önnen a halálos ágyán. Én békültem meg vele, mondta Huszt. Miután tanuk előtt beismerte, hogy igazságtalan volt velem szemben. Huszt sok ízléssel elvesztett néhány 1000 koronát, azután hazament a szállására. A főkonzul, amikor másnap visszaadta neki a látogatást, azt mondta neki: Ön nagyon megnyerte az embereket.